Újra vihetik a szülők gyermekeiket a Beledi óvodába. Egyelőre ötfős csoportokat alakítottak ki. Gerencsén Németh Erika, a Beledi Általános Művelődési Központ intézményvezetője elmondta, könyvet is kölcsönözhetnek, és a sportcsarnokban a járványügyi szabályoknak megfelelően sportolhatnak városban élők. Mi zárva tartunk, de ügyeletet biztosítunk a szülők részére. Április 6-ától már volt a bölcsőde egy-egy gyermekkel működött ügyeleti szinten, és most május 4-től már engedélyezik az óvodában a csoportonként 5 gyermeket. Múlt héten 12 kisgyermek volt, és erre a hétre töltődött fel teljesen a csoport, úgyhogy minden csoportban 5-5 gyermek van. Ha véletlenül jelentkeznek a szülők, mert visszamennek dolgozni, igénybe szeretnénk venni a bölcsődét, óvodát, ilyenkor mi a helyzet? Sajnos jelen pillanatban nem tudok több gyermeket fogadni a 15-ös létszám fölé, ez kormányhatározat. Nagyon várom, hogy június 1-től már az eddigi hírek szerint a bölcsőde, óvoda lassacskán, de be fog indulni, úgy, ahogy szerintem az élet is. És abban az esetben, amint megtudunk valami konkrét tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az óvoda, illetve a bölcsőde indul, akkor a szülőket mindenképpen értesíteni fogjuk, és akkor hozhatják a gyerekeket. Ebben az elmúlt néhány hétben mi az, amit tudtak tenni? Ugye gyerekek otthon voltak, akikre felügyelni kellett arra néhány gyermekre, azok ugye itt voltak. Hogyan tudták a munkát beosztani? Az óvodapedagógusok a tematikus terveket folyamatosan tették fel a világhálóra, vagy az digitálisan a visszajelzéseket is kapjuk folyamatosan, ezeket adminisztráljuk. A dajkáink a vírus ideje alatt étkezést biztosítottak, tehát egy szerhasználatos edényben szállították ki Beledváros területén a gyerekek számára, óvodás, bölcsődés és iskolás gyerekek számára az étkezést. Amikor beindult május 4-től ez a komolyabb ügyeleti rendszer, már amikor több gyerek lett, akkor ugye ezt le kellett állítani, hiszen itt volt szükség a dajkákra. Az elmúlt időszakban akár egy kis felújítás, tisztasági messzelés, hiszen most alkalom volt, nem voltak a gyerekek, volt az intézményben. Hogyne, március 17 és 31 között aztán itt mindent kiforgattak minden sarokból, tehát teljes alapos fertőtlenítést végeztünk, most is folyamatos a fertőtlenítés, a szülők nem jöhetnek be csak az iroda ajtóig, tehát egy ajtó választja el a csoporttól, a folyosótól őket oda már nem jöhetnek be, ott a dajkák biztosítják az átadást, átvételt, ezt meg is értették, tehát ez simán lezajlott szerencsére. Folyamatosan van a fertőtlenítés is, a tisztítás is, de a nyári szünetet már úgy kezdjük, hogy megbeszéltük a kollégákkal, hogy a nagy nyári leállásnak az idejében nem, tehát nem lesz nyári leállás augusztus 10 és 20 között, mert a szülők is örülnek, ha visszatérhetnek a munkahelyükre. Ez nagy kiesés volt nagyon sok család számára, ez az egész ügyeleti vagy home office-ban való munka is. Nagyon sokan elveszítették a munkahelyüket is, tehát rajtunk nem múlik, az egész nyáron mi nyitva leszünk. Jelen pillanatban a könyvtár még zárva van, de a munka folyik. Tehát a kolléganő home office-ban dolgozik, most éppen már a BH-t nyomtatja, tehát folyamatosan csinálja az eseményeket, vagy készíti elő a dolgokat, és megjelent a digitális katalógusa a könyvtárnak, aminek nagyon örülünk. A Beled honlapon lehet utána nézni, és azt a szülő, akkor az érdeklődők tájékozódhatnak, hogy milyen könyveket tudnának kivenni a könyvtárból, illetve milyen készlet áll rendelkezésükre. Remélem, hogy szeptembertől már kinyit a könyvtár, és akkor személyesen is kereshetik ezeket a könyveket. A sportélet is megindult, lehetett hallani arról, hogy szabadtérre lehet már edzeni. Mi a helyzet a beledi sportcsarnokkal, lehet használni? Igen, múlt hét óta már a beledi sportcsarnokban is megkezdődtek az edzések. Egyelőre a kis létszámú edzéseket folytatják. A tenisz, az asztali tenisz és a karate tartja az edzéseit. Hát reméljük, hogy aztán idővel a többi sportág is bejön. Illetve hát szerintem a jó idő beálltával a BSL foglalkozásai aztán majd szabadtérre kerülnek ki.
A csarnokot nagyon szeretik használni a labdarúgók, tehát gondolom, akik teremlabdarúgással szeretnek foglalkozni szabad idejükbe, azok is majd a későbbiekben, ahogy enyhül a szigor, úgy majd visszatérhetnek a sportcsarnokba. Természetes, hiszen az a célunk, hogy minél többen tudják használni a sportcsarnokot ilyen célokra. Hát reméljük, hogy hamarosan visszatérhetnek a labdarúgók is az egyéni csapatok, akik csak úgy szórakozásból szeretnének focizni. Azért is fontos, hiszen a környékben nincs is ekkora sportcsarnok, tehát nem csak belediek veszik igénybe, hanem hát Rába közből is érkeznek labdarúgók, akik előszeretettel szeretnek itt sportolni. Így van, valóban a környék labdarúgói is, még Sopronból is felkeresnek bennünket. Azt hozzá kell tennem, hogy május 1-től a sportcsarnok bérleti díja megváltozott, kicsit megemelkedett, ezért kérem az érdeklődőket, hogy a Belet honlapon nézzenek utána ezeknek az emeléseknek, és azt szerint kell majd a helyeket is foglalni, hogy az új normatíva szerint lesz a fizetség. A konyha kérdése is nagyon fontos, hiszen itt át kellett állni egy teljesen más rendszerre a beledi konyhában. Hogy történt ez az átállás, sikerült? Tehát megértették-e a belediek a különböző intézkedéseket? Hát a konyha az az egyetlen intézményegységünk, ami vírus ide, vírus oda, de dolgozni kellett, illetve kell a mai napig is. Kezdetben 100-120 főre főztek a konyhán. Ugye mi az óvodás, bölcsödés, iskolai étkeztetés, szociális étkeztetést és vendégétkeztetést is visszük a konyhánkon. Azt gondolom, hogy kicsit csökkentett adagban volt ugyan a főzés, de ugyanúgy minden nap kellett jönni. Az ételszállítást, amikor szigorítani kellett, azért azt megértették az érdekeltek, hogy az ebédlő ajtaján túl nem mehetnek, hogy az éthordókat is csak bizonyos helyre tehetik le, nem tárolhatjuk benne az ebédlőben, tehát azért itt voltak dolgok, amit átrendeződtek, de igazából szerintem mindenki a saját érdekében megértette. Az óvodás, illetve az előbb is mondtam, a bölcsődés óvodás és az iskolás gyerekekét pedig kiszállításra kerültek, most viszont kértük a szülőket, hogy jöjjenek be a gyerekekkel, jó idő van az ebédért, mert most már nem tudjuk kiszállítani. Ugye csak nagyon fontos kérdés a beiratkozások. Óvoda bölcsödébe, én tudom, az óvodában már le is zajlott a beiratkozás, a bölcsibe meg ezen a héten lehet megkezdeni? Valóban lezajlódtak a beiratások online módon, soha ilyen még nem volt, de most már ennek is elejét vesszük. Azt kérjük a szülőktől, hogy szeptember első napján, illetve jelzéseink alapján szülőtekezleteket fogunk tartani. Először a bölcsödének, aztán majd az óvodának. Augusztus végén tervezzük ezeket, hogy ugye személyesen nem tudtunk kapcsolatot teremteni, a gyerekeket beírtuk. Új rendszer ez az óvodai beiratásnál, hogy az óvodaköteles gyerekeket már OM számmal látták el az oktatási hivatalból, megkaptuk a gyerekek adatait, tehát mindenki, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ő már óvodakötelesnek számít, és ő neki kötelező az óvodába járás. Azoknak a gyerekeknek, akik augusztus 31 és december 31 között születtek, az ő részükre nem kötelező az óvodába járás, de ha van szabad kapacitásunk, természetesen felvesszük őket. Jelen esetben 8 gyermek részéről jelezték a szülők, hogy szeretnének igényt tartani az óvodai szolgáltatásunkra, és szeretnék behozni gyermeküket az óvodába. Amennyiben szobatiszták lesznek, természetesen vállaljuk is, hiszen jelen pillanatban 27-28-as létszámokkal számolunk a szeptemberi óvodakezdéskor. Elégedett ezzel a létszámmal? Én igen. Igen. Én úgy nézem, hogy egy kis felmenő tendenciát mutatunk a gyerekeknél a közeljövőben, hiszen most 13 kisgyerek ment el iskolába, majd megy el szeptemberben iskolában, és helyette 19 olyan gyerek jött be, aki biztosra kell, hogy jöjjön, meg mellette az a többi kisgyerek, akinek ajánlott, de nem kötelező. Tehát fel lesznek töltve a csoportjaink. Ugye közeledik a pünkösd, itt Beleden megszokott volt az elmúlt években, és most már több mint egy évtized, hogy a pünkösdi fesztiválra készül a város. Ebben a művelődési központ, az általános művelődési központ hát komolyan kivette a részét.
Hát ez a kulturális rendezvénysorozat most elmaradt, sőt a nyári rendezvények is úgy tudom elmaradnak augusztus 15-ig, hogy nem rendezhetnek nagyobb rendezvényeket, tehát több ezer fős rendezvényeket. Hát hogy élik meg ezeket a napokat, akár a nyarat, hiszen nagyobb rendezvények úgy tűnik nem lesznek a városban? Hát ugye mi első körben valóban egyik főszervezője voltunk a Pünkösdi Fesztiválnak, furcsa lesz, biztos vagyok benne, hogy mindenki számára, hiszen egy év kihagyásával 15 éven keresztül a gyerekeink Pünkösdi fellépése biztosított volt a nagycsoportosoknak a megnyitó ünnepségen. Hát ez most elmarad, tovább elmarad minden olyan kiállításszervezés, minden olyan program, ami ehhez kapcsolódott, ami az AMK-t érintette, gondolok itt a főzésekre is. Hát egy kicsit nyugisabb lesz, hogy úgy mondjam, a Pünkösdi Fesztivál, vagy a Pünkösdi időszaka ebben az évben, de bízom benne, hogy jövőre aztán majd folytatódik. Nálunk igazából itt a kirándulások, a gyerekek csoportkirándulásai az óvodai szinten, ami egy kicsit úgy várták a gyerekek, vagy ugye ma összegyűjtötték a kis pénzeket a havi szinten, most ezek visszafizetésre kerülnek a nagycsoportosok esetében, mert a kirándulásokat minden szinten lemondtuk. Az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják, az internet segítségével is lehet játékos feladatokat kiadni az óvodásoknak. A szülők visszajelzései jók voltak, a gyerekek pedig szívesen küldték vissza a rajzokat és az otthon készített videókat. Hát igen, az online felületek arra is jók, hogy megtanuljuk ezeket kezelni. Tehát mi már mi még nem ebben a korszakban nőttünk fel, hogy az online világot napi szinten kezeljük, hát ezt is meg kellett tanulni először és másodszor. Jó volt a szülők részéről a visszajelzés is, hát szerintem a szülők 90%-a ezt a lehetőséget örömmel vette, hogy azért a gyerekének minden nap egy újdonságot tudott adni, vagy tudott vele úgy foglalkozni az ő életkori sajátosságainak megfelelően, hogy azt a kisgyerek meg is értse, örömmel végezze. Nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk, és nagyon örülünk annak, hogy tényleg komolyan vették a szülők ezeket a digitális nevelési jellegű feladatokat, és ügyesen vágnak ollóval, videókat tesznek fel nekünk, ügyesen vágnak a kicsik az ollóval, vagy festenek. Tehát látszik azt, hogy nagyon ügyesen foglalkoznak is a gyerekekkel. Biztos vagyok benne, hogy ez egy új módszer, és ezt újra kell tanulni, de meg kell tanulni, mert ebben a világban élünk. Azt gondolom, hogy ennek hozadéka is van az, hogy a bezártság mit hozott a gyerekek részéről. Biztos vagyok benne, hogy ezek a kicsi gyerekek sok időt töltenek együtt a szülőkkel most ebben az évben, és ez csak jó hatással van rájuk, bízom benne. Köszönöm. Én is köszönöm.